Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, kiperjelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 videóval, ami nem más, mint az 1 milliárd euró kihívásos sorozat, egyetlen egy, jó várjál már. Ja, nem, jó, oké, minden oké, majd tikoknál megvan a kaja, Keeper összeszedi a szómát, mert arra szükség van, el kell adni, amilyen áron csak tudjuk, aztán jó van. Szeretnék ebben a részben mindenképpen megvenni mellettünk lévő földet, gyerekek. Úgy gondolta a Keeper, hogy a haladás útjába nem állhat az... Rupitettem, bocsánat! Jaj, nekik! Nem állhat a haladás útjába az, hogy ne vegyünk földet. Tudom, hogy még kicsi gépeink vannak, de igazából, hogyha kettő darab földünk lenne, következő föld, ja, igen, oké. Okay. Ja, ezt elfelejtettem mondani, de mondom most, a következő földet nem fogjuk összeszántani ezzel. Mert a Keepernek más tervei vannak, figyeljék, gondolkozzák. Ha úgy csinálod az aratást és a vetést, hogy nem egy földön, hanem kettőn, szimultán, egymás mellett, akkor mi történik? Mi történik? Akkor folyamatosan tudod csinálni. Szóval nem kell várni, nem kell időt pörgetni konkrétan, hanem folyamatosan tudod nyomni neki, mint az őrült, érted? Bár lehet, hogy azt szedjük. Nem tudom, még meggondolom, egy csomó minden ötletem van, amit szeretnék megvalósítani. Figyelj, annyi, hogy ez a... Igen, igen, egyébként olyan ötleteim vannak, jaj, nem merem elmondani, gyerekek, mert egyébként folyamatosan formálódik bennem, nem tudom, voltatok, úgyhogy van egy ötleted, és akkor az lehet, hogy még egy kicsit is formálódik, emiatt lehet, hogy még nem akarod elmondani, mert lehet, hogy változni fognak ezek a dolgok, érted? Nem, mire gondol a képen? Szerintem érted, biztos te is voltál. Ha figyeljetek, lehúzok még egy csikot, elmegyünk eladni, azt közben akkor meg a... az MTZ-t meg fogjuk indítani, tudod mivel? Há, hogy ne? Igen, műtrágya szóróval, mert van műtrágya a képerek. 74 ez a pénzünk van, gyerekek, annyira nem állunk rosszul ám, mint amennyire látszik. Meg ugye a szalmácskát eladjuk szépen, aztán mindjárt lesz egy kis zseton. Meg arra gondoltam, hogy a tojásokat el kéne adni, lehet, hogy nem fárunk vele, mert akkor meg tudnám menni a szomszéd földjét. De várjátok, a szomszéd földjét úgy lenne érdemes megvenni, hogy akkor már legyen rajt, mint valami, nem? Ja. Ja. Akkor jó, oké, gyerekek, oké. Igen, az nem hülyeségem, mert akkor ugye azt kapásba le tudod aratni. Általában nincsen megpermetezve, minden baja van, szokott lenni, de... figyeljetek, mondjuk akkor, hogyha azt csinálnám, hogy nem akkor venném meg, amikor full be van érve, hanem máskor, akkor az úgy még jobb lenne, nem, gyerekek? Na, hozzuk az MTZ-t. Gyere, MTZ! Mi csomószor írjátok, hogy add már el azt az MTZ-t, vegyél ma valami más, vagy add el az MTZ-t, miért nem adod el? Hát azért, mert ez egy ilyen baromi jó kis univerzál, és pörgetjük. Ezek is... Majdnem mondtam, hogy milyen pörgetjük, F betűvel kezdődik, mindenki gondolja oda, amit ebben. Ez egy ilyen igazi kis pörgetjük. Nagyon jó. Szeretem. Szeretem egyébként, mert ilyen, tényleg ilyen, látod, ilyen gyorsan így föl tudod, pum, már föl is vetted, már indítod is, mint az őrük. Ifa mellé odaállsz, megtöltjük egyébként, ezt mindig tök jól tölti. Oda nézi. Barátom Sándor. Hoppá! Azt már mehetünk is neki a világnak. Szépen megindítja ki. Egy kicsit nehezen szokott elindulni, azt szoktam csinálni, ugye, hogy én megindítom a szerencsétlennyét. Új. Aztán akkor nyomok egy H-betűt, innen már azért tudja a dolgát. Jó, van, föcsög a szemembe a Pétisó testvérem. Ne foglalkozz el vele. Jó, oké. Okay. És már csinálja is a dolgokat. Ugye nyugodtan nyomhatja neki. Mi elviszük a szalmát, nem tudom mennyibe megy a szalma. Mindjárt az egyenesben megindítom 3-as gombbal ezt az kirovecert. Kb. Így. 3-as gomb. Közben megnézzük a szalmát. Hogy éj megy? 127 ér. 127 ér megy a szalma. 127 él. A 127 az nem rossz, egyébként ilyen 140 szokott lenni, amikor nagyon jó árba van. 16 óra 41, nem tudom, nem hiszem, hogy pörgetik az időbe. Olyan nagyon sokáig nem is szokott fölmenni, hanem mit tudom én, ilyen 140-nél fölmegy, akkor már olyan jó, bár ugye, nem tudom én, 300 ezer liternél 20 különbség, ugye, az 30x20, jó számom? Nem. 300x20. De azt jelenti, az 3000, 6000. 6000-et bukunk rajt, hogyha még 40-et nem pörgetünk. 6000-et.
Bár ez 6000 is pénz, mert régebben hogy örültünk volna 6000-nek? Ezt szoktam réni magam, főzettem a krumplit kézzel, aztán izé, nem adott semmit. Mi? De nem akarok pörgetni az időben, mert mit tudom én. Ne az legyen, ne írja ház elejét szó, hogy... De egyébként erről írjatok véleményt, hogy most... Aj, annyira mindig ilyen tojás héjon táncolok, hogy a tojások miatt ne pörgessem az időt, mert akkor meg azt mondjátok, hogy a keeper csinálja direkt, jaj! Pedig aztán ugye lehet, hogy drágábban el tudnánk adni ezt a szalmát, hát mondjuk az mondjuk nem lenne rossz, nem? 127 várjam, egy picit. Meg a hülyeség, hogyha nem pörgetsz az időbe, hanem olcsóban adod el a dolgokat, nem? Ennek úgy why? Why értelme van? Hát... Mi van? Oh yeah! És éjszaka van megint. Jó, bocsánat, de én meg éjszaka nem játszok. Ajaj, baj van, gyerekek, várjál már, meg a kisüt a nap. Viszont a kajájuk lehet, hogy el fog fogyni. Úgyhogy ez meg nem biztos, hogy így jó. Mert oké, okay, hogy én itt most örülök neki, hogy pörgettem, de a fajájuk meg el fog fogyni. Várjál, nézzük is meg, baze, a rossz se vegye meg. 5900-5600, jó van, oké, okay, bőven van nekik. Jó, és ezt meg maxiára le tudom adni, ugye nem ment lejjebb azóta. 142, oké. Okay. Maxiára megy a cucc, meg még ugye bőven tudunk eladni. Jó a gyerekek, nagyon jó, nagyon jó. Figyeljetek, most 6000 is pénz, nem? Ez igazság már. Igen, a mai részben biztos, hogy meg fogjuk venni a szomszéd földet. Hát most már ilyen 300 000-eket simán kereshetünk egy rész alatt is akár. Sima liba, még hogyha nem is nagyon adunk el semmit. 13000-be adtuk el, nagyon jó. És legalább van 3 kordéva. Ugye 3,5 kordéva leszokott erről jönni. Ugye akkor az... Még 3 kordét számolod, akkor is 40000. Úgyhogy azzal akkor fölmegyünk egy ilyen 120-130 000-re minimum. A tojások eladásába. Figyeljetek gyerekek, mai részben megbeszéljük a mehetünk le a földet, és hogyha sikerül megvenni, elárulom, hogy milyen projektbe gondolkodik a Keeper. Egy nagyon nagy projektbe gondolkodik, de tényleg egy ilyen epikus projektbe gondolkodok. Maradjatok időlem, aztán hogyha tényleg sikerül a földvásárlás, én úgy érzem, hogy sikerül. Miért ne sikerül? Na, tényleg nem olyan nagy. Valaki kérdezte, miért nem költözök ide a TS telepre. Hát azért ugye, mert ugye ez is megvan szabva, hogy mikor tudom megmenni kizárólag akkor, hogyha fizetek 1 millió eurót érte, 1 millió eurót fizetnem kell érte, vagy pedig kihúzom a sorskártyába, hogy 1 millió euró. Hát figyeljetek, egy idő után nem lesz sok 1 millió euró, mivel ugye 1 milliárd euróra vagyunk, szóval egy idő után tényleg szerintem el fogjuk érni azt a szintet, én érzem, meg így látom is, meg így a ilyen, tudjátok mi a gondolat kísérlet, ugye akár fizikusok, vagy bármilyen tudós, sok szokták azt csinálni, hogy úgy csinálnak kísérletet, hogy úgynevezett gondolatkísérletet csinálnak, annak az a lényege, hogy elképzelik, hogy hogy történne egy esemény. Mondjuk, hogyha mi lenne akkor, hogyha beleesel egy fekete lyukba. És akkor így ki tudják ugye számolni, mert gyakorlatilag matek az egész, hogy mi történik akkor, hogyha belemegy a fekete lyukba, mi történik akkor, hogyha elér ide, ilyen erők hatnak rá, olyan erők hatnak rá, ilyesmi. És gyakorlatilag én is így, ja, ide fogja szórni. De most mit csinálsz, testvérem? Hallod, ez... Ennek beszéljesz be, nem, a legvégét le kell húznunk, mert különben nem jól csináljuk. Ja, egyébként meg el fog fogyni a műtrágya, ja, na mindegy, nem is az volt a lényeg, nem is erről akartam beszélni, hanem ilyen, mint egy gondolatkísérlet, én is így gondolatkísérletet, én is így végigfuttatok sokszor, hogy mi lesz akkor, hogyha megveszem a másik földet, mennyit, és ugye gyakorlatilag ez is matek, gyakorlatilag ki lehet számolni, hogy mondjuk igen, a csirkékből ennyi bevételen van, igen, akkor utána ennyi bevételből ezt tudod venni, igen, akkor utána lesz helyed ennek, akkor ezt tudod csinálni. Gyakorlatilag mindegy gondolatkísérletszerűen végig tudom játszani előre a játékot, hogy fog zajlani ez az egész eseménysor. És emiatt mondhatni, hogy tudom pontosan, körülbelül, hogy kb. Mikor fogok bizonyos szituációkba eljutni. És igen, és onnan indultunk ki, hogy ugye lesznek olyan időszakok már a vége fel, amikor milliók fognak, komolyan mondom, milliók fognak bejönni részenként, akár 5-10 milliók is jönnek be részenként. Szóval ott már ilyen extrém
extrém fejlettségi szinten leszünk, és tök jó, kicsit ilyen civilization jellegű, tudjátok, ilyen stratégia jellegű az egész, hogy, hogy gyakorlatilag fejlődsz ugye, mint, a, mint egy civilizáció, úgy fejlődnek ugye a gépparkunk is majd, és egy idő után full high-techbe leszünk, gyakorlatilag ugye ott már a termelékenységre kell mindent rárakni. Szóval ott már az, akkor is le kell cserélned a gépet, ha 5-tel tovább gyorsabban megy. Akkor is le kell cserélned egy vetőt, ha 10 méter, vagy 1 méterrel szélesebbet. Mert ott már minden pici számít, értitek? A legvégén fog számítani minden pici kis előny. Ugye, nem tudom, hogy valaki RPG-zette, vagy MMORPG-zette. Ott szokták mondani, ugye, hogy a nagyon-nagyon kicsi... Jaj, de megjöttem. A nagyon-nagyon kicsi előny nyersz. Ugye, amikor statok számítanak, te, tudjátok, egy RPG-ben statok számítanak, mondjuk neked ennyi az erőd, neked ennyi az ügyességed, neked ennyi az agility-d, neked ennyi a defense-ed, neked ennyi az attack-od, érted? Statokban van megadva. És akkor ott van az, hogy ugye vannak nagyon-nagyon jó játékosok, akik nagyon jó cuccokat farmolnak ki, de lehet, hogy egy iszonyatosan nehéz kiformolni mondjuk egy olyan fegyvert, ami csak 5-tel nagyobb atakja van, mint a második legjobb fegyvernek, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz kiformolni, és iszonyat nehéz, de azzal az 5 atakkal nyersz. Érted? Lehet, hogy az előtte lévő 5000 atakot meg tök könnyű kiformolni, és mind a kettő nagyon gyorsan kiformolja is, de nem 5 az az 5000 atak számít, hanem az 5. Ez a durva. Lehet akkor ezt akármennyire is le tudod ezt sarkítani. Jó, hozom az izét, hozom, nagyon eldumálgatok itt. Hozom az ifát, igen, ez az ifa kell nekünk. Indulj testvérem. Lehet ezt olyan szinten is lesarkítani, hogy 1 millió atakja van mind a két játékosnak. De, ha egyiknek van mondjuk 5-tel több, akkor azzal meggyeri. Érted? A PvP-t, a csatát, akármit. Érted? És ezért tényleg... Sokszor az 5 atak, az többet számít, mint az 1 millió atak, ami előtte megvan mind a kettőnek. Szóval tényleg, amikor már ugye nagyon kiforrott lesz az egész gazdaságunk, egyébként most oda nézzék. Most már növekszik a cucc. Egyébként ilyenkor is érdemes lenne megvenni, elmondom nektek, már kis szállok, megnézem mi ez. Búza. De ugye nincs megtrágyázva, meg gyomos. De viszont ha ilyenkor venném meg, akkor ugye még le tudnám gyomírtani. Meg még ugye akkor le tudnám trágyázni, és igaz, hogy ugye meg kell várni, míg beérik, hoppá, hoppá, de ugye sokkal nagyobb hozamot csinálsz vele. Úgyhogy ez lehet, hogy jobban megérne ilyenkor megvenni, mint hogy a izaikor veszed meg, amikor beérett, ha? Mert írtátok, hogy jaj, akkor kell megvenni, amikor beérik, de nem. Nagyon nem akkor kell megvenni, hanem akkor kell megvenni. Egyébként ez meg körülbelül mindjárt véged is, mert gyakorlatilag végzett, amint véget ér, hogy leír oda. Ezt meg viszont ide ki is állítom, mert ugye majd vetünk. Viszont az MTZ-t, azt meg kell, el kell vennem tőle, bocs. Tök nagy izeik vannak ám ilyen, látod milyen dombok vannak itt? Ilyen 2 méteres domb így kapásban. Mármint ugye a fejüknél volt a teteje, az alsó rész meg ott. Várj, haver. Okay, jó, ki is megy a végéig oda, hogy egyébként ügyes a csávó. Ügyes a csávó, ezt nem is néztem ezt a... Na, ilyen meg is tudom nézni az infoboardnak köszönhetően. Kondíció 86%. Mondva, hogy hány kiló látod, milyen jó? Imádni van, olyan jó gyerekek. Na, a végét ugye le kéne húznom, és akkor ugye össze kell szednem, de ugye most már mehetne is a kulti azon a felén. Hogyha nem is az egészen, de azon a felén ugye mehetne, amíg egy szalmát szedek, mert miért nem mehetne. És mehetne is utána még egy vető is esetleg. Úgyhogy el tudom indítani ezt a folyamatot. Nem muszáj összeszednem az egészen, mert egyébként pedig úgy csináltuk, hogy jól összekaptam az egészen a szalmát, azt utána meg cseszhettem, mert mindent így egyszerre csináltuk. És lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy így folyamatában, nem? Így elindítani. És ugye, hogyha nem pörgetik az időbe, akkor ugye nem lehet ebből probléma. Ó, az elfelejtetted kiekítőről, hogy ezt le kell húznod. Már mennénk a kultiért. Sőt, mindjárt csinálom is, hanem megyek is érte. Ugye itt már mehetünk és meressük. A legvégét ugye itt leszórom. Egyébként látni is, hogy ilyen fotos. Csak az a baj, hogy itt a fák miatt nagyon nem látni. Itt például látni egy háromszöget, itt ahol elmegyek. Ott is látni egy háromszöget.
Igen, viszont hogyha a marháink meglesznek, akkor a trágyázással nem kell ingódnom annyit. Sőt, nem is kell trágyáznom utána, mert a vető megcsinálja, és annyi az egész. Na gyerekek, akkor ez már mehet el. Le is rakom. És jöhet, mondjuk melyikkel csináljuk, Rábát nekiindítjuk, oké? Okay? Nekiindítjuk tárcsázni. Jaj. Ezt lerakom, megállítom, jó. Rába Steiger jöjjön tárcsázni. T-150K lesz egyébként szerintem a leggyengébbik láncem. A Kiro meg a Rába egyébként ezekre a szántóföldi műveletekre jó. Mert hiába is veszünk újabb, gyorsabb gépet, ugye attól még a tárcsát nem fogja gyorsabban húzni, egyik se. Hogyha megvan ugye adva, hogy mennyivel húzhat. Na figyeljetek, akkor itt azt csinálja a keeper, hogy ez már 6 menjen, bőven. És ugye, hogy kicsit előre haladott állapotban lesz, akkor majd megy utána a vető, szóval tök jó. Oké, kirovetsz, csináljuk. Nyugodtan tárcsázhat, hát figyeljetek, nem zavarod már senkit, ott össze van szedve a szalma. A utol nem fog minket érni, a 100%. Hogyha elér negyedéig, akkor mehet utána a vető. Szóval egy kicsit előbbre vagyunk, én úgy érzem. Mindjárt jobban megy a munka. A föld végével lesz probléma, ugye, de a második gépet, ezt lehet, hogy meg kéne indítanom keresztbe. Keresztbe meg indítsuk, ugyanúgy, mint a... Csak akkor le kéne húznom a végét. Lehúzom a végét, szalmám, azt lehet keresztbe megindítom, bár a franc tudja. Utána, utólag is le tudom ugye ezt húzingálni. Ez a fordulások egy... Egyébként a idő a Rába sokkal ügyesebben fordul meg, hogy jobb. Ezek a fordulások, ezek néha így föladják a leckét. Igen, a mellettünk lévő földet meg sokkal jobb lenne akkor megvenni, amikor meg nem éred be. Mert igaz, hogy most figyelj, semmiben nem kerül nekem az, hogy az idő, viszont meg tudnám csinálni akkor a permetezését, meg tudnám csinálni a másik munkát. És nem fogom összeszántani valószínűleg. Bár ezt még meggondolom. Inkább egy ilyen nagyon-nagyon érdekes reformálást akarok véghez vinni. Fú, nem akarok addig beszélni róla, megveszik a földet, akkor beszélünk, jó? 99, oké, okay. Felemel, adjál neki is annyi, mehetünk is. Rában Steiger meg már jön visszafele. Egyébként az a Steiger a legjobban működő mod ezek közül, a nagy traktorok közül. Ez a montatmány, ez mennyire van szarra állapotban? 71 kondíció. Jó, ugye egyébként egész jó. Nincs olyan nagy probléma, amit. Megyünk a nagy vassal, toljuk itt magunk előtt ezt a pingpongasztalt, ugye szokták mondani ezt, ilyen. De hát ez tényleg akkora, mint egy pingpongasztal, lehet, hogy még nagyobb is. Ilyen nagy autóknál szokták mondani, tudjátok, hogy tolod magad előtt a pingpongasztalt, főleg ilyen amerikai kocsikánál. Hát ennél ez jól így. Figyelj, várjál, hármas gomb, gyorsan átváltunk, idősporulunk meg, néha nyomunk egy hármas gombot, hosszú egyenesben lehet nézegetni a menüt. Ez is például tök jó megoldás tud lenni. Most például figyeld, beállítod erre. Nyomok egy hármast. Oké. Okay. És akkor tudom közben nézegetni az árakat. Hogy 142 még mindig. Jó. Oké, okay, gyerekek, szuper jók vagyunk. Nem is tudom, mennyibe kerül az a föld, majd mindjárt megnézzük egy hosszú egyenesbe megint. Volt, mély volt ott, mély volt ott a dolog. Jaj, de jó, hogy kivágtam ezeket a fákat. Mi lehet jönni az átlóba. Kinyögte a képer, jó van. Még mindig nem mostuk le a gépeket, mare. Egyébként valami bármilyen haszna van a géplemosásnak, vagy csak ilyen decoration. Ezt is például tök megcsinálom, hogy egy idő után, mit tudom én, jobban rongálódnak, nem? Lehetne ilyeneket berakni, ilyen feature-öket a farming szimulátorba. Nagy évben, szépen, úgy, kaput nem viszed ki, megint 13 ezerbe jön ugye. Oké. Okay. Nézzük, meg akartam nézni közben. Ez mit csinál? Ez a baj, ilyen, itt. Ezt lehet, hogy megindítom keresztbe először, mert az a gondám, hogy nagyon... nem nagyon találják a helyüket egy forduláskor se, hogyha ugye nincs lehúzva. Mert ugye lehet, hogy tudnának egy
egy éveset tolni. Csak nem tolnak, mert ugye nem tudnak fordulni mi rajt. Egyébként esetleg elindulsz? Jó. Oké, gyerekek. Mert nem tud megfordulni normálisan. Úgyhogy keresztbe húzingáljuk, ott úgyis már össze van szedve. A szóma. Nálunk szómának nevezik, ne? Nálunk nevezik szómának a szalmán. Tényleg izé, R-részletet is egyébként akarok, de azt valami nagyon nagy üzembe. Ott abban is van egy csomó ötletem egyébként, hogy fogom megcsinálni, de ilyen nagyon epic, durva ötletek. Csak az a baj ugye, hogy jó lenne, hogyha lenne egy kis tőke, és akkor ugye abból már tudunk valamit kezdeni. Jó, hát tényleg hatalmas ötleteim vannak. Az erdőgazdálkodással kapcsolatban olyan ötleteim vannak, hogy megőrültök. Ott is olyan horribilis pénzeket lehet majd kiszedni, de ilyen milliókat részekként, csak ugye kell egy tőke, amivel ugye ezeket mind megvalósítod. Kell a föld, kellene gépek, mert izével nem kézzel, meg fejszével kéne fárvágni, mert azzal nem tudsz pénzt csinálni. Kell egy tőke, mit tudom én, egy ilyen 500 ezer, abból meg tudsz venni mindent, ami kell, és akkor onnan tudsz már kitermelni, mit tudom én, részenként, mondjuk fél milliót minimum. És ez nem túlzás, majd meg fogjátok látni. Van egy, azzal kapcsolatban is van egy elég jó tervem. Nyep a nyemány, na. Hol van az izénk? Te ez mit csinál? Nem mondod be azzal, mit csinál? Fölkenődött a falra, bazza. Hol vagy? Te hallod? Ez öcsém, mit csinál? Ez fogta, visszafordult, hogy neki nem tetszett, oda ne jöttél, mit csinál. Hát bazze, hát ne szórakozzál vele, gyerek. Figyelj, itt hagytam, fölvette az izét, tárcsát, és úgy gondolta, hogy ő akkor se megy itt végig. Hát menjél, látod? Bazze, most milyen, ennyire kell figyelni rájuk. Az egyébként annyira idegesítve tud lenni. Jó, aztán mi meg fölfele megindulunk egyébként, erre. Na ja. BB, adjál neki, Sanyi. Nyomunk egy fölle, addig ez meg nyom egy jobbra-balrát. Egyébként a tök jó megy, az előbb megint miért? Mit csinált? Miért ment fel a kerítésre? Miért gondolta úgy, hogy ő nem akar arra menni? Ej, barátom, Sanyi. Ja, le kell egy két-háromszor húzni, azt akkor jobban fordul. Meg közben meg majd a vetőt megindítjuk. Szinte az a baj, azt is ugyanúgy kellene, hogy először így lefel, aztán utána meg máshogy. Lefel, aztán valahogy máshogy. Tehát le kéne húzni a földszélét, utána kell tudod csak megindítani fölfele, mert nem nagyon akarnak jól működni. Hú, gyerekek, ezzel a földdel egy akkora tervem van. Ezt nem tudom, fú, el akarom mondani, bazza, csak még nyugalom van, még nyugalom. Hát itt olyan projektek fognak megvalósulni. Megőrültek. Amit csinál a Steiger? Megy vissza szépen? Megy, ugye? Jó. Még egy, oda-vissza még kétszer lehúzza, azt akkor boldogok vagyunk, akkor már nem fog nagyon belekeveredni a dolgokba. Egyébként, ezt komolyan mondom, ez a kilovac, ez kezd elveszíteni az erejét, vagy nem tudom mi van bele. A szalma, figyeljetek, ma már 100 000 alaptőkénk van, basszus, nagyon durva, már mint így van pénzünk. Ez nekem olyan furcsa, hogy nem az van, hogy mínuszban van ott fenn, ma 100 000. Igaz, hogy megint el fogjuk kótyavetyélni, mert ugye földvásárlás, na most az hogy fordulsz meg ott, barátom? Azt nem mondd, keresztben képes, hogy megfordulni, hosszában meg nem szereted. De micsoda egy az ember vagy te, barátom. Már 2 eladtunk, hát akkor még ja, 3,5 lejön erről, azt képzeljétek a mellette lévő föld az még nagyobb van, ezt csak úgy szólok. Már még nagyobb, mint a miénk most, én úgy gondolom, így ránézésre. Ugye sokkal tovább elnyúlik arra, de jaj, de nagyon nem akarom lelőni egyébként, hogy mit fogunk csinálni, de majd meg fogtok őrülni, higgyétek el. Meg fogtok őrülni. Jó, hát igen, kicsit szemmel a rába a forgulódás, de jó van. Legalább addig van időnk, hogy gyűjtögetni a szalmát.
Figyeljetek, simán meg lesz ebben a részben a mellettünk lövő föld. Nincs onnan már egyenes út van, vezet már tényleg a gazdasághoz. Még mindenképpen kellene, nem tudom, mi volt ott, mi volt rajt? Búza volt rajt? Várjál már. Ha búza volt rajt, mondjuk az nekünk baró jó lenne, mert akkor meg lenne a tyúkoknak nagyon sok búza belőle. És nem kellene akkor aggódni, olyan, hogy milyen köd van Dick. Ami a szar van, a csém. Hány óra van, hogy ilyen köd van? Reggel 7. Száll fel a köd. És eljön, meg megy keresztbe hosszába. Sőt, itt már azt tudnám csinálni, hogy kihozni még egy gépet, és akkor megindulhatna ezen a felén is, és összefele tárcsáznának ezerre. Lehet, hogy át is váltunk a Stegerre, várjál, már meg is csinálja a Keeper azt. Engedd a testvére az irányítást. Hopp. Egyébként ez a legdinamikusabban forduló, mozgó jármű a traktorjaim között. Jó, és akkor mehet föl. És kihozom a izét is, kihozom a 250K-t, és igaz, amire elindul, arra lemegy a nap. Na, mozdulj ma! Hú, ebben üzemanyag problémái vannak. Lehet, hogy kéne hozni neki üzemanyagot. Lehet, hogy kellene egy tartálykocsi üzemanyaggal, azt akkor nem lenne annyi probléma, nem? Ez egy eléggé szívás dolog. Ja, na, figyelj, ez pont ugyanaz színű, mint a T-150K-t a tartsa. Egyébként jó, ez meg tök dinamikusan megy, meg minden. Sajnálom ezt a gépet, azért. Mehetsz, Rozi. Jó. Igen, lehet, hogy kellene egy tartálykocsi. Jó, figyeljetek, ezt érjünk ki a szélére, aztán nézzünk egyet. Egy traktor után akasztható, vagy pedig egy izét, egy ifát. Van ilyen tartályos ifa, mondjuk az ifák azok ilyen tök jók ebbe. Tartályos ifa, és azt esetleg tudnám másra is használni. Nem olyan rossz ötlet. Megtankoljuk, aztán majd akkor az ki tudja hordani. Ki tudja hordani az üzemanyagot. Oké, ezt meg el is visszük úgyis. Nézzük már meg egy tartályos ifa, hogy az hogy lenne. Kér autók. Ifa, tartályos ifa. Volt az? Nem volt? Bazza, nem volt tartályos ifa. Mint hogyha rém lenne valami. Nincs? Esküszöm, komolyan mondom, én úgy emlékeztem. Nincs tartályos ifa, defa. Defa szóval. Nincs tartályos kocsi? Nincs semmi? Ez nagyon szomorú, gyerekek. Várja, ja, az ifapokot mondtátok, szarok azokat, ne. Hát akkor pótkocsi lesz, nem? Vagy az hol, vagy hol rakja? Az az egyébnél szokott lenni, ugye? Itt. Nem szokott lenni? Vagy ez csak a pótkocsinál? Az a baj, annyira össze van kell, figyelj, van olyan, amit ilyen, egységem, 22.000 literes. Pótkocsina? Nézzük meg a pótkocsina, azt mondjátok. Nézzük, körülnézek egy pillanat, egy picit, pillanat, jó? Pillanat. Mint modokat hova rakhatja be? Viszont tartályok, ez nem az a kategória. Hű, micsoda izék vannak oda, né? Ez mi? Ez ifára való. Az a baj, mindjárt utolérik a gépemet. De várj, nincsen semmi olyan külön kategória. Rágyaszórók, növényvédelem, tartsas, és megint nem veszem észre, meg őrülök, hallod? A töltőkocsik, pótkocsik, nuku. Nuku, ilyen kategória.
Autóknál sincs, vagy valahol nincs benne egy... Ez sorállam. Várjál, Zilba. Az érdekes dolgokat szállít. Itt. Hop, 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 hop. Itt egy üzemanyagos 10 000 ér. Ő, ez nagyon autentikus egyébként. Csak az a baj, hogy ezt izét tud csak. Hogy nevezik? Itt is egy üzemanyagos. 5 000 ér. És ez melyikre jó? Várja, írja, hogy melyikre jó. Ez a 54-es akármire jó, délre jó. Az azt jelenti, hogy melyik az 54-es E. Jó, van itt ilyen, hogy már izé, rajt van. Ja, nem volt rajt, hanem erre, itt mutatja, hogy erre jó. De mondjuk ez baró drága lenne nekem, ez most nagyon nem hiányozna nekem, hogy ez... Oda néz, milyen jó. Ez is az 554-esi, de jó néznek ki, ezek tök jók, ezek a cuccok. Jó néznek ki, permetező meg minden. Jó van, gyerekek, várja ma? Mi a szituáció? Csináljuk inkább a dolgokat. Az a baj, hogy tényleg ki fog fogyni. Lehet, hogy az lesz... nagyon sok pénzt nem akarok rá költeni, de most én vak vagyok? Most komolyan? Hol van a gyári ízenek? Nem az egyébnél kéne lennie, vagy hol kéne lennie? Nem az egyébnél kellene lennie? Az a baj, ezek a módokat meg így random össze-vissza rakja. Ez üzemanyagos. 500 literes, mondjuk akkor inkább ott a hordó. Figyeljetek, az ifával megyünk, azt a hozunk hordót. Nem tudom, hogy mennyi van benne, valószínűleg nem sok, de mindegy, eladjuk ezt a... Eladjuk ezt a szalmát. Aztán az ifával elmegyünk, jó? Addig visszaérünk. Szerintem addig kibírja. Jó? Oké? Okay? Legyen ez. Jaj. Tudjátok, ez van, amikor kapkodás van. Addig talán kibírja. Veszünk egy-két hordót az ifára. Úgyis azzal fogjuk csinálni ezeket az összes... Nagyon drága dolgokat nem akarok, mert most ugye földvásárlás legyen. Bár azért ezek is fontos dolgok lennének, de... Érted, most ne. Ne most! Dolgozik mind a kettő, úgyhogy... Úgyhogy nagy baj nem lehet egyelőre. Na, arra voltam kíváncsi, hogy megint egyenesbe vagyunk. Egy földeket nézünk is, a 9-es föld. 9-es föld 263, ez nem is olyan sok. Mint hogyha többre emlékeztem volna, de nem. A 263 ezer, az simán meg fog lenni ebbe a részbe. Sőt, lehet, hogy még jut is marad is egy kis gépfejlesztésre. Bár nem gépfejlesztés, hanem akkor meg is csináljuk ott azokat a dolgokat, amiket akar a keeper. Mert gyerekek, olyan dolgokat fogunk csinálni, jaj! Olyan dolgokat fogunk csinálni, meg fogtok őrülni, higgyétek el. Meg fogtok balondulni. Ezt eladjuk. Visszamegyünk. És veszünk, sőt, vesz a kis addig. Raklapom? Van. Aha, itt van. Van 500 literes hordó 600 ér. Vigyünk ebből egy 4 darabot. Aztán akkor, vagy mennyit vettem? 3-at? Aztán akkor izé. Lesz az ifán az is. Az ifán az nem valami focista? Mint hogyha valami rém lenne. Nem vagyok egy nagy foci szurkoló. Vagyis foci rajongó, vagy hogy mondják ezt a dolgot. Egyébként már 7 órát beletekertünk ebbe. Szerintem melyik járművet tekertük a legtöbbet? Meg lehetem nézni, majd mindjárt megnézzük. Kíváncsi vagyok, melyik járművet használjuk legtöbbet, és melyiket legkevesebbet. Ez tök jók ezek a statisztikák, mert azért így, lehet, hogy te észre se veszed, de vannak olyan járművek, amit abszolút nem is használsz. Mindjárt megnézem, mert ugye van egy ilyen statisztikai rész a járművekről, amúgy egy csomó minden kimutatás van róluk. Ugye meglesi a képer, csak ezt beállítom egyenes, 3-as gomb. És akkor nézzük, itt vannak ezek a gépes dolgok, és hol van? Óra szerint, idő szerint.
Mindjárt. 22 óra ebbe. Ez a... Ó. 22 óra van a... Meg ott van, hogy hány napja vásároltam, de jó. Csak az a baj, nem azt mutatja, vagy nem a legelejére ugrik. Mindjárt megnézzük jobban. Mi van meg legrégebb óta? Meg lehet ezeket nézni. Na, imádom. 110 ezerünk van, gyerekek. Csodálatos dolog ez. Egy annyit pörgetnénk az időbe egyébként. Á, nem pörgetik az időbe. Á, gyerek. Le tudom gyomírtózni meg minden akkor ezt a részt. Jó, figyeljetek akkor. Még nincsen veszélybe a szalmán. Ugye ezt még összekapjuk. De egyelőre akkor az ifával el kellene ugranunk. Az ifa meg itt a földszélén. Na jó. El kellene ugranunk, meg egyébként kezd fogyóba lenni valami. Műtrágya például abszolút nincsen. De van itt egy zsáka, úgyhogy kellene ilyeneket vennem. Ez sajnos pénzbe kerül, ez van. Kéne magot vegyünk. Megnézzük, egymásba öntögetjük. Elvileg egymásba lehet önteni ezeket a magokat, nem? Meg ilyeneket. Ilyen gyorsan ezt megcsináljuk. Addig 6 kult izzanak. Mi meg addig rohanunk. Futunk, rohanunk. Jó ki van használva a föld, gyerekek. Fizelj, még a szalmát szedem, már vagy a kultivátor két oldal. Még a melósok is jó ki vannak használva. Hozunk hordót, hozunk, amúgy is kell mag, meg műtrágya mindenképp kell. Úgyhogy vannak itt még problémák. Ügy, gyerekek! Hallod? Ez majdnem, hogy ezt sikerült felborítani nagyon keményen. De nagyon durca. Már látok, van egy ötletem. Belenézzünk ebbe. A vetőkbe írja, hogy mennyi van benne? Nem, sajnos nem. Sajnos nem írja, arra vettem volna kíváncsi, az úgy érdekes lett volna, hogyha írja. És akkor kívülről meg tudtad volna mondani, hogy a vetőben ennyi mag van. Ez lehetett volna egy kicsit így kalkulálni. Na jó, semmi gond nincsen. Várjál, egyenesbe menjen, mi meg addig... Naklapok. Ja. Mi? Bazze! Ez a... Jó, meg szerintem az a IBC-tartály, az tudja itt a dolgát rendesen. Úristen, mennyi csirke. Mennyi csirke a falu mellett. Egyébként nem is a falu közepén, mert valaki írta, hogy egy a falu közepén vannak sok csirke. Szerintem nem a közepén van, hanem a szélén van. Na nézzük, ott van egy izé, ott van egy ilyen valami csoda még. Úgy, oké. Nézzük át. Ugye most már látod, hogy ebben 400 liter van, úgyhogy az nem is túl sok. Megkapom őket, aztán akkor már átlátjuk, hogy melyik van tele, melyik van, nincsen tele. Egymás be tudom menteni? Hogy ez egy vicc, hogyha nem. Ja, mert ez tele van. Ebben csak 500 valahány liter van. Ebben 1000 liter van, ez tele van. Ebben is 1000 liter van, ez is tele van. Ebben is 1000 liter van, ez is tele van. Akkor valahogy értelmesen el kéne rakosgatnunk. Úgy. 1000 liter tele. Azt hiszem 1000 literesek ezek, ugye? A tartály az a 2000-es, ha jól emlékszem. Na mennyibe befalik, vagy van? Ilyen, de raklapok ezek. Azt hittem először egyébként, hogy ezek... Ó, a francba. Ez négyzet alapterületűek, de nagyon nem. Minket így érdemes rakni. Több sor elfér talán. Igaz, hogy így lelóg. Na, kit érdekel? Nya! Ebben van 118 liter, ebben megint 1000 liter. Megpróbálom, amelyik így félig vannak, azokat így egybe öntözgetni. Ugye 1000 literesben nem fog több férni, az biztos. Oh yeah! Viszont... 147 liter, nem engedik az, látod? Pedig az a kettő, az, ne, az félig van. De kár. Ez kár. Pedig örültem volna, hogyha nem ilyen 100 liter izéket viszek magukat. Ez jó meg tudja cumisztatni az ember.
Bérköltsége, kocsa az 6x6, gyerekek. És az egy eléggé olyan vészjósló, biztos nem vesz hangot a videó ezek után, vagy valami történni fog vele. Ebbe is csak 500 liter van. Egy barátom sárba. Aha, így elfér, így több sor fér, látjátok? Hogyha így kapolsz. Hát műtrágya mindenképp kell egy 4, szerintem. Ugye? Meg még egy IBC-t alattárnyi. Úgyhogy ezt mindenképpen műtrágya, azt tuti, hogy kell. Szilárd műtrágya. 1, 2, 3. Jó, drága. Bele 8000 volt ez a kis üzletünkét. Akkor rohadt drága egyébként, nem mondom nektek. Nem? Jó, ide jól jön ki a keeper. Meg ebben is 400 liter van, úgyhogy ez mindenképp kell. Meg hogyha a másik földet is le akarom gyomírtózni. Oh, ja, a másik oldalt még nem raktam föl be az a üzéket. A dolgokat. Ah, meg itt van még a... Ja, a gyerek, ez túl lesz tárhelve ez az ifa egy kicsit, nem? Hát ez a lesz anyag, na. Ja, még kettő tartály biztos, hogy kéne. Vagyis, ja, még két tartály. Na, tudod, mit lekötöm? Nehogy lefotyogtassam a dolgokat, kettő tartály kellene, aztán szerintem úgy kb. Jó. Bár még műtrágya lehet, hogy még mindig el kellene. Úgy legyenekek. Gyomírtóta 5000 a két tartályra. Halljátok, akkora pénzek mennek el. Elcsesztük már 15000-et. 15000-et elcsesztük. Ez baró sokan. Tizenötezret elnyomtunk. És egyébként még mindig én azt mondom, hogy lehet, hogy kellene műtrágya, de hát ma nem veszek bazát. Csak elég lesz. Meg akkor föl kéne szórni a hordókat is, de van hova? 1500 liter üze vagyok. Hoppá, ez még bele lehet menni, bebagol. Jó, gyerekek! Ha. Hallod? Oda nézzük. Jaj! Egyébként tök jól néz ki, tetszik. Hova rakja még bazza a keeper szerintetek ma? Hát, ez tökéletes. Na gyerekek! Megindulhatunk. Úristen! Hát ez mennyi kis súly? Egyébként ilyenkor írja a súlyát? Nem, szerintem csak 5 tonnát ír. De elmondom neked, elmeri az elejét. Esküszöm. Hallod, ezzel nem merek rámenni én az földre. Viszont a... Jaj. Hallod, ez úgy lapul a kerekem, gumim. Nem merek ezzel rámenni a földre, itt bajok lennének. Jó, Jézus Isten. Ezen hány van kiló, te? Nem merek kanyarodni. Nem mertem kanyarodni, fölborultam volna a gyerekek, komolyan. Inog egy kicsit. Inogi-binogi, jó, hát azért figyelj. Egyébként viszont ez az ifa dolog, ez jó ötlet volt, ez a szervíz ifa, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Na. Még mindig van üzemanyag a ízeiben? Nem, szerintem meg. Jaj, össze is vannak idején állva. Vannak bajok, várjátok gyerekek. Viszont jó ennek. Hallod, nem tudsz vele fanyarodni, mert felborulsz, úgyhogy mindig ilyen nullára kell fékezni szinte. Ja, a rába az elakadt, de nem is baj, hogy elakadt, legalább nem szántja be a fődet, vagy nem. Jó, figyelj! Nem merek rámenni, a kultizott földre semmiképpen. De egyébként nagy érzéken van ahhoz, hogy pont beálljak vele az útba. Ez valahol ide lerakom öcseim, mert ez nagyon ne kelljen ezzel menni bárhova is. Nézzük, mi a szitu. Ő hozzá. Jó, amíg visszaér, addig biztos nem fog kiürülni. Előre kellene menni ő vele. Na jó, oké.
Induljunk be! És akkor tud utánunk jönni már. Oké, gyerekek, megoldottuk ezt a dolgot is. Tudom, hogy akarályozza az objektum. Jöjjön utánam szépen okosba. Igen, ezt meg kéne tölteni, az visszaér a... T-150K? Ilyen nevet adni T-150K? Miért nem adtak neki valami amit le... Mint a kirovetsz, érted? Valamit ott adtak volna neki. Oké, srácok. Szerintem tök jó vagyunk. 97 ezer, nagyon sokat elköltöttem üzemanyag meg minden. Hát tudod, egy éveset nyom a T-150K, mivel nem akadályozza ott semmilyen fa, de egyébként még a maradék fát kicsapnám, akkor jó lenne, csak nem akarok nagyon favágással foglalkozni. Maximum úgy, annyit tudnék csinálni az ügy érdekében, hogy így gyakorlatilag kituskóznám. Rába ez a legjobb egyébként, nézd már meg. Próbál, megy mind az őrütt, semmi probléma. Semmi probléma, csinálja a dolgokat, ahogy kell. Mennyi idő van, gyerekek? Lassan. Meg kell vennünk a földet. A mellettünk lejövő földet. Nem érdekel, hogy nincsen beérve. Az a lényeg, hogy el van vedve. Az vetés az az, ami... Meg a kultiválás, meg a vetés az, ami cumi. Nem kell annak beérnie. Jobb is lesz, hogyha nem érik be, több lesz rajta hozom. De viszont pont búza van rajta, és akkor egy nyerővel, akkor az enyémre meg már vethetek mást. Nem kell a tyúkoknak annyi, mert azt lejáratom, azt kész, meg is bónány. Ezt így lehúzzuk. Hol van a izé? Ja, itt jön. Jó, itt jön a T-150K. Az ahogy, amint kiért, akkor megállítom, és bemegyek vele a telepre tankolni. Egyébként hozhatnék egy csomó ilyen izét, ilyen horbot, tök jó néznek, így összeragva, tudjátok. Ja, egyébként mondtátok, hogy rakjak be olyan modot, hogy tudjak tankolni a telepen. Az nem lenne rossz, de egyelőre még nem akarom. Még egy kicsit szenvedős legyen. Na, figyeljetek, akkor az a szitu, hogy át is ülünk a T-150K-ba, amint kiért. Aztán már mehetünk is tankolódni. Mindig rossz oldalon szállok ki, komolyan mondom a gépekbe, akkora. Jaj, ne! Megállítottam, ne viccelj! Várjál. Le akartam rakatni vele egyébként ezt a cuccot. Nem megállítani. Oda nézzetek, nem sok üzemanyag van benne, mi? Megtankol, kíváncsi vagyok, hány liter vagy bele. Oh, még egy hordó se. Úgyhogy az IFA az egy nagyon jól működő dolog. Meg ez az 500 literes hordók, ezek azért elég jó. De indítom már vissza. És amíg végeznek, szerintem én... Hát ezt a szarmát már nem érdemes eladni, ugye mindig meg szoktuk hagyni a végét. Na most akkor minek vigyünk el egy fél adagot. Már érünk kell vinni, annyira nem kell a pénz. Nem kenyérre kell, ugye? Jó vagy, gyerekek. BV. Ezt ugye félre rakom valahova, nem zavar senkit, és el kellene adni a tojásokat, viszont ott ugye már nincsen nekünk semmilyen gépünk, kizárólag a G, a Fent. Jó, ezt itt hagyjuk. Meg igazából nem is kell, hogy ott legyen gépem. Ezek nyugodtan végezzenek ezzel, össze kellene kapni a pénzt a földre, ugye. Jó, hát ezt el is megyek én, odébb. Jó, igen, egy FPS drop van egy kicsit. Kicsi sok minden kezd lenni ugye a térképőr. Oké.
Akkor, szóval van, itt kell lennie nekem a ideg. Aha. Oké, gyerekek. Akkor a következő a szituáció, eladjuk a tojást, elmegyünk a pótkocsijjel, és felszórjuk a tojást. Ugye megnézzük, hogy mennyi van, kíváncsi vagyok egyáltalán. Ez viszont jó lenne megfordítani ezt a pótkocsit először, ezt ide visszatolatni, vagy nem tudom, mert egyébként ez az egy hibája ennek a fentnek, hogy rettenetesen kicsi szögbe tud elfordulni a pótkocsi a géphez képest, és ezzel így lehet azért szívni. Mivel ugye nem tudsz, látod, eddig tudod elfordítani, tehát nem tudsz nagyot fordulni vele. És ugye nem is... Látod? Ez gond. Ez egy nem is gond, hanem inkább ilyen szívás, mert nagyon kicsit tudsz fordulni pótkocsival. Úgyhogy ez egy ilyen epic rossz dolog nekem. Nem tudom, hogy neki tudok-e jönni majd egyáltalán. Nem tudsz nagyot fordulni a pótkocsival. Az alsó, nem tudom miért nem az alsó szemre fog. Mert ugye, hogyha az alsó szemre fogna a hátsóra, de most ilyenkor nem is mutatja az alsó szemet. Lehet, hogy van olyan pótkocsi, amelyik az alsó szemre fog, meg van ez. Ez egy epic szar dolog. Ugye nagyon be... De szar. És most ez itt nem is jön ki. És komolyan nem jössz ki, ne szórakozzál vele valahogy, mindjárt kiveszem idejével. Lumberjack mondd el, mert megvan itt. Hát te fiú, hallod. Nem jön ki az istenek se. Nem, jó van, kijök. De... Azt nem értem, hogy miért nem odafog. Oda, miért nem? Miért nem oda fog? Miért csak oda föl? Azt lehet, hogy valahogy állítani, várja, hogy fordítsak ezen pótkocsim, vagy valamit működjek, mert megvadulunk szerintem. Mert ugye a pótkocsi az így elfordul a rúdja, akár meddig fordul. De cseszhetem, hogyha ennél az nincs meg. Az opció, hogy ott ez nagyon be tudja törni. Na, mert... Nézzük egy F1-et, hogy kirokás itt. Domira, eszköz, motor leállítása. Hátod is, az a baj, hogy az nincs. Hogy oda csatlakozna, oda, akkor jó lenne. De nem csatlakozik oda, hanem becsatlakozik be a géphez. Ezt nem tudom, hogy működik, meg nem, jó, nem is foglalkozzok vele annyira, mert megőrülök. Hordjuk ki a tojást, meg nézzük meg, mennyi van benne. Ebbe csak 2000, ebbe 7000. Egyébként lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy a ebben 0 liter, ebben 4000. Az üres raklapokat azokat behagyom, vagy amelyik nem fullon van. Vagy amelyik nincs ilyen epic sok, nem? Azt behagyjuk, jó srácok? Hogyha olyan van, hogy mit tudom, hogy csak pár száz liter vagy ilyen. Mert az fölösleges szerintem. Így. Ezen van 5500, mondjuk ezt érdemes elvinni, és ez ugye az infomódnak köszönhető, hogy ezt meg tudom nézni, különben lehet, hogy a nullás, és emiatt van az, hogy folyik egyikből a másikra, mert küzdenek egymással, hogy ők majd átöntik. Itt van egy nulla literes, látod, ezt például tök felesleges lenne elvinni. Ugye itt ezek nem kaptak egyik rész elején tojást, hogy valami volt velük. Ez itt jó, ezt ugye itt nem mind a kettőt kihoztuk, itt megint van egy nulla literes. Hát tudod, hogyha nem lenne ez az infópanel, akkor most cseszhetném az egészet. Egyébként tudom itt csúsztatni a földön. Ez tök jó. Jó, gyerekek. Szépen. Egyébként nem lesz olyan sok ez, mert ugye nincsenek tele ezek. És ilyenkor történik az, hogy egymásba öntözgette őket. Hát ez sajnos van ez a hang. Ja, egymásba öntöződnek. Hoppá. Össze-vissza öntözik egymásba. Ez, ja, kicsit idegesítő, de hát jó, kibírjuk.
Oké, okay. Attól még ugye nem veszik el sem ennyi. Jó. Oké, és kacok. Ja, ez egy zavaró, hogy ugye a külsőre miért nem marak? Vagy oda egy másik speciál pótkocsi kellene? Egyébként azt hiszem, hogy lehet hozzá ehhez valami másfajta pótkocsit is jönni, de nem biztos. Figyeljetek, ezt elviszem eladni, mert úgyis úgyse fog felférni. És kell, következő részben megint kell hozni raklapokat. De valami jó sokat. Lehet, hogy egyébként másfajta pótkocsival megoldódna az a dolog. És akkor az így jobban működne. Na izébe szerintem meg végeztek közbe a kultiválása. Na spacok. Egyébként most ilyen epik sok pénz nem lesz. Várj, baze, állj meg! Hát hülye voltál majdnem. Öcsém, ha mennyibe megy a tojás? Hallod, ez majdnem Manchester. Jó. 4900 az jónak számít, az pont mi vagyunk, ugye? Így van, igen. Jó, 4500 az nem olyan rossz. Előtt 38000-et adott egy ilyen full raklapért. Most 35000, 36000 konkrétan. Ugye amikor pörgettük az időt, mint az állat, hát most nem pörgetem, most nem olyan veszélyes ez. 35000 az nem rossz pénz. Már is van 213 ezrünk, ugye nem is tudom, 270 ezeret kell összeszednem? Az lenne a projekt. Itt már mindjárt kicsit nagyobb fejünk lesz, tudok egy-egy íveset is nyomni. De itt is olyan nehezen nyomja az egy íveset, emiatt a szar miatt, hogy látod? Itt a gép az elme, hogy fordulna, de ez még nem tud elfordulni, és ez tök szar. Ez egy hülye pótkocsi. Ez egy ilyen szivatás. Na, itt mennyi az annyi? 1000 liter? 7000 liter. Na csak az a baj, most lehet átöntötte, nem? Ja, eléggé nyögvele nyelősen lesz meg, ugye? Itt 2800, meg 7000, ezt viszont beledobjuk ebbe. Elvisszük mind a kettőt. Minden liter számít már most, mert körül a keepernek a pénz. Ó, itt is vannak még. Jaj! A hátsóba. Nem, a középsőbe tudok dobni még. Szó szerint. És megküldöd arra aztán, hogy fölé ér, akkor bele is esik. Meg akkor még volt itt egy 1000 liter, szerintem azt is el fogom menni. Figyelj, 1000 liter, az is 5000, ugye? Jó, most álmodom. 5000 pénz. Ja, nem, jó, bele is öntötte, úgyhogy nincs semmi gond. Oké, gyerekek. Kár, hogy eltűnik a raklap. Az bánom egy picit. Vissza lehetne frankó hozni. Jó, még lesz körülbelül. Hát egy olyan 80 ezeret számolok kb. Nyehe. És jó. 35 ezer. Ez nem lesz annyi. Ez 20 ezer. Az 56 ezer. Meg 35 ezer. Igen. Pont, kb. 90 ezer. Gyerekek, 306 ezerünk van. Szerintem rekordot döntöttünk, ennyi pénzünk még sose volt, ugye? Jó számolja a keeper. Viszont ezt a pótkocsit ne oda húzzuk be, hanem mondjuk leparkírozzuk, mondjuk ide, jó? Így. Szóval akkor itt lesz mindig. Itt meg be tudok menni. Ide. Oké, srácok. Viszont el kell majd mennem tojás, vagy ezért raklapért. Oké, várja, álljunk meg egy szóra. Meg kéne venni a területet. Gondolkodják, híper. Ja, megvehetjük, nem? Földek. Ez. 263 ezer. Tök jó vásárlás. Úristen, mekkora az a terület, gyerekek. Jézus Isten, és az enyém lett a 200, jaj, gyerekek. Várjál van. Lépjünk be egy gépbe. Húva! Még vannak itt bajok, gyerekek. Viszont azt még le kell kultiváltatnom, hogyha rábaszt. Jézus, a rábaszt be is ásta magát. Meg annyira itt szemmettek, hogy be is ásták magukat. Jó, ennyi testvérem.
Ezt egyenes belehúzod, oda lévi a dinamik. A rába a legdinamikusabb járma. Oké, ezt viszont, most egyelőre nem kell. Azt a mellettünk lévő földet, amit megvettük, ugye azt kellene lepermetelnünk, meg azt kellene, arra kellene ráfeszülnünk konkrétan. Azt kellene lepermetelni, azt kellene, és még maradt 42 ezerünk. Nagyon tuti gyerekek. Nagyon tuti, meg azt kellene megtrágyáznom. Úgyhogy a, nézzél, az MTZ ki is mehet, meg még egy gép a permetezővel. Ugye? Skocok. Még egy gép ki is mehetne a permetezővel, de ezt most nagyon előre megállítom. Nagyon kíváncsi vagyok, meg akarom nézni azt a területet. Úristen, a milyen kis ez, gyerekek. Termény típus búza van rajt, növekedési stádium eléggé normális, de baj, nem számít nekünk. Az a lényeg, hogy le kellene húzni frankon. A trágyázottsága az mennyire szor? Nagyon semennyire mi. Jó gyomos. És egyáltalán nincs trágyázva, de jó. Úgyhogy ugyan jó szar. Nem baj, semmi gondolom egyébként, ez nekem egyáltalán nem probléma. Pont így akartuk, ugye? És pont búza lesz rajt. Izébe akarom megnézni felőre, mert az mindig így többet mond. Gyerekek, ez mindig többet mond. Így, ugye ez a mi területünk, figyeld? Ugye ez. Álljunk be középre, és meddig ér el a térkép szélén. Beállunk középre. Az a lényeg, hogy ott az út az alsó, az egyenesen van. Hát elmondom nektek, gyerekek, hogy ez van olyan széles, mint a miénk. Kb. Van olyan széles, mint a miénk, és hosszabb. Látod? Kiér egész eddig hátra. Úgyhogy ez böszme jó lesz, gyerekek. Ez böszme jó lesz. Viszont, még akkor gyorsan annyit akartam csinálni, hogy vegyük elő a stílfűrészünket, és a föld végét, azt meg kell csinálni. Figyeljetek, ennek a föld végét is megcsinálhatnám, nem? Vannak ezek az apró fák, és tudja, hogy ezzel van probléma. Itt is nézzük végig, hogy nincsenek ezek az apró fák, jó? Gyorsan végigfutok rá, és akkor talán ezen a végén is normálisan fog működni a gépi munkásunk. Ezek a fák csesznek ki vele szerintem. Hogy kell ezt kivágnom? Aha. Nem érdekel a bennél lévő fa, csak ne szívjunk idővel, ez úgyis semmit nem ér, ugye? Szóval hát, ha jó lesz. Egyébként ott írja, hogy basszus, erről is infót mond, de jó. Á, gyerekek, ezt sem akarom összeszedni, jó? Ne harí. 13,8 méter. 100%-ra megnőve, nem tudom milyen fa írta. Ja, itt végig akkor ennek a földnek a két szélét hadd csináljam már meg. Mert borzalmasan szar. Igen. Akkor talán jól fordulnának a gépek. Bár mondjuk a busz megálló az lehet, hogy ott van. Gyorsan megcsinálja a képet. Na. Gyerekek, hogy ide tészta lepp szembe vagyok, lol. Ez vágod. Ezt ugye nem lehet kivel... Mi ezt is? Na mi a f... Ezt nem is tudtam, hogy ezt ki lehet venni. Lol. Azt hittem, hogy azok a tuskók azok ilyen semmik. Jó, ezt is kicsapom. Meddig van az én területem? Úristen, hallod? Az olyan beteg ma. Itt az mi? És ez komolyan eddig van? Na itt ezt akartam megnézni. Nézd oda! Ez egy 1,3 méter, 8 méter, vagy 80 centi, 80 centis. Eladási ára 89 euró. Hogy van, hogy hány liter wood chips, hány liter tűzifa. Dödurva. Nagyon komoly. Na eddig van az én területem? Eddig, ugye? Nagyon jó. Itt végigfutunk, megnézzük, itt is nincs-e közte szar. Gyerekek, nagyon brutál, hallod? Oda néz, hol van a izaim. Ó, úristen. Juhú, és nem lesz összeszánva szerintem.
De még nagyon gondolkozok egy-két dolgon. Lehet, hogy össze lesz, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy egy... Van egy nagy ötletem. Azt meg akarom valósítani. Hú, azt ígértem, hogy elmondom, ugye, hogyha itt maradtok bennem, úgyhogy el fogom mondani mindjárt. Csak hadd vágjam körbe ezt a szart, jó? Gyerekek, muszáj jönni ide. De kellett volna az egy Simpson ilyenkor. Új, azt mondjuk, kányák, meg szállnak föl. Fejtek is kányának nevezik a varjakat? Ugye, akkor itt. Hát, hogy itt is itt van ez a szar. Okay. Ezekkel vinkódik mindig az ember, ez már nem az. Ez sima bozót. Ez viszont olyan. Konkrétan fa. Föld alá betéve. Nagyon örülök nektek, készítők. Jó, oké, nézzük el, nekik nagyon jól a map. Legalábbis nekem ez a map az, nem tudom, olyan, mint a hazajönnék. Komolyan mondom, olyan érzésem van. Itt is van. De itt, de írja, ott van. 23,7 méter magas fa lenne, gyerekek, hogyha normálisan történne a dolog. Tehát, hogyha nem a föld alatt lenne. 23 méteres fa, ne viccelj. Így ez megint az én földemnek a vége. Neked a föld alatti fákat akarok csak eltüntetni, a többi az maradhat. Hoppá, nem jó? Így. Többi az nem érdekel, csak ezek a föld alattiak tűnjenek el. Itt is van, érted is. Ilyen bokor hatása van. Úristen. Jaj, de jó. Komolyan mondom. Elálltok kettőig itt. Nagyon szupi, nagyon szupi. Bazzi, de megettem. Azt a rohadt érdős, hogy... Ez macskát lát, bocs. Ti is beszortatok? Én nagyon. Bocs. Jó van. Kizét terület. Pucoljuk a területet. Sanyika! Ne bordíts! Hát mindjárt megvadulok tőled. Itt összeszaratod a izeiket. Beszarnak a nézők tőled. Meg itt ezek a nagy... Itt is van ilyen fa, hagytam. Utálom ezeket a fákat. Mindjárt ránézünk. Kicsit tisztább a terep. Itt is nézd meg, itt a... Bazza, itt van a föld alatt, nem? Nem, jó, ott az egy ág. Úristen, micsoda ágaboga. Nem, itt van a föld alatt, itt. Mindjárt jobban néz ki. Nagy fákat is egyébként kitermelhetném, ha akarnám, de nem. Ezeket a piciket így eltüntetem. A nagy fákat esetleg majd eladásra elnyomjuk. Bár amennyit vinkódsz vele, nem éri meg, nem? Belegondolsz. Lehet, hogy nem annyira éri meg. Ott a csenevész fákat. Itt van egy nagy kűj, ezekkel a kűjekkel gondolom nem tudok semmit csinálni. Ahogyan tudnék. Ezek ilyen elemei a játéknak. Viszont ezek a tuskók, azt hiszem, ezek semmit. Ez a viszont nem tud csinálni semmit. Vadásztás sem nem tudsz csinálni semmit, úgyhogy ezek maradnak. Szóval itt ezt nem lehet felszántani, meg ilyesmit, na is reménykedjünk. Jó, és akkor egy homokvára építése mindjárt meg is lehet látni, hogy vannak. Ja, itt vannak még ezek a... Hol vannak ezek a pici fákban? Itt meg körülöttem elvileg mutatja. Itt te. Legyen tisztább a területű. Itt is a föld alatti fa. Azt a... Gyerekek, itt nem idejétek aprózták, ami. Gondolták, legyen bőven föld alatti fa, mert ott biztos boldog tőle a player. Itt is föld alatti fa, figyeld. Ugye barátibban néz ki itt az egész. Amikor a nagy fákat, a normálisokat meghagyom, a többit nem. Erre jó egyébként nagyon ez a homokvár perspektíva. Oké, okay. Ja, látod? Tök jó lett, ki lett pucolva. Ott is, ott még vannak azok a picik, de azok lehet, hogy beljebb vannak, szóval szerintem azok annyira nem zavarok. Na, akkor elmondom, hogy mi a tervezzel. Ha egyáltalán még itt van valaki, figyelj! Keeper kitalálta. Az a lényeg, hogy ugye itt van egy földünk. Ez egy jó nagy föld.
Az a baj ezzel, ezzel a földdel itt mellette, hogy amint látjátok, itt olyan szudarul megcsinálva, hogy itt beugrik ez a rész. Hát azt igazából használhatnánk is valamire, hogyha ez beugrana az a rész, például. Arra gondoltam, hogy itt én elvágom ezt a földet. Így. És ezt a részét, ezt használnám valamire. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye ezt így lehúznám, eddig lenne a föld része. Ha belegondoltok, így is akkora lenne mind a mellette lévő. Össze is lehetne szántani. Valamit ki lehetne vele találni. Ezt a részét, amelyik itt fölül van, ezt hasznosítanám egy bizonyos dologra. Az a dolog, az nem más, mint, ugye várj, itt szántanám össze, és meg is mutatom, hogy mi. Valószínű, hogy csak ezzel tudom megmutatni, ezzel az olcsó verzióval. Nem így, hanem így. Bunker siló. Gyerekek, bunker silók lennének itt a hátsó részében végig, le lenne simítva, és itt lennének a bunker silók, ezen a hátsó szekción. Plusz előtte, ugye még akkor még maradna bőven, mert látjátok, hogy itt maradna majdnem dupla annyi. Oda lehetne megcsinálni mondjuk a keverőállomást, mondjuk a másik oldalra, ahol ugye a marháknak kevered a dolgot. Már ide mondjuk mellé lehetne egy szalmatároló, ugye? Mi kell a marháknak, hogy tökéletes tápanyagot kapjanak? Ugye a tökéletes tápanyag. Ugye kellene bunkersiló hozzá, meg kellene mindenképpen szalma se ártana. Különböző tárolók. De itt ebbe a szekcióba, ugye így, ezt a részbe, ezt meg tudnám csinálni. Ez a maradék rész, ez maradna szántóföld. Azt meg tudnám munkálni. A legvégében lenne ez az ellátó létesítmények. Egyébként lehetne ez így is, mert így talán még jobb lenne, csak nem, ugye nem ezt akarom lerakni, hanem vannak a normálok, csak arra nincs pénzünk, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni kipróbálni. Na várjatok, mert ugye 50 ezerbe kerül. Szóval bunkerfiló kicsi, ez kicsi, nem ekkora, hanem a nagyok így végig lennének ragva. Eddig mellette ellátó létesítmények, tárolók. Oké, eddig ugye. Ott járműpark, ilyesmi. Itt ezen a részen. Mellette szántóföld. És ez a hatalmas, amelyik itt van mellette, ez a rohadt nagy föld. Ez egyébként egy iszonyat nagy föld, de ez, nem tudom, megmutatom a térképen, hogy mekkora. Ez a 8-as, ez böszme nagy. És a 8-as földön csinálnám meg a végtelen mennyiségű marha istálló. Tehát ameddig csak a szemmel lát, itt marha istálló lenne. És ugye itt lenne fölül ebbe a sarokba az ellátó részleg. Bunkersilók, tárolók, járművek. Ugye ezek kellenek. Itt folytatódna, hogy itt ugye ez a kettő, hogy összedenek körül átjönnének ide a marha istálóhoz. Itt ez ki lenne darálva a közepe. Gyakorlatilag végig marha istáló. És a marha istáló melletti földön, ugye amelyik ez, amelyik végében lenne az ellátó létesítmény, ott meg mindig azt termelnénk, ami éppen szükséges a marhának. Kukorica, akármi, ugye onnan egyből be tudod hordani a silóba, ugye a bunker silóba, tudsz felőle szilást csinálni, a szalmát be tudod hordani ide. Közvetlenül itt lenne minden, ellátó rész, logisztikailag tökéletes lenne. Megtermeled, behordod, mellette marhák. És akkor itt lenne ez az egész. Ez hatalmas, gyerekek, ezt nem tudom, ezt mennyire adja vissza, de ez hatalmas. Itt. És akkor ide bőven férne marha istáló, ugye? Na, ami szerintem ez tök jó lenne. Megtermeled, behordod, eltárolod, eteted. Megtermeled, behordod, ellátod, eteted. Minden egy helyen. Ez ugye a csirkeólaknál az a probléma, hogy messze van például tőlünk. De viszont itt ezen a földterületen gyakorlatilag megtermelés, behordás, tárolás, etetés. Így végig minden megtörténne ezen a két hatalmas nagy területen. És igen, és nem kell attól félni, hogy ezt nem használjuk, mert csak a csücskét használnak ennek ugye a betermelésnek, és akkor el is kezdenénk, meg tudnánk venni most lassan már a bunkersilókat, a szalmatárolókat, és akkor ide betárolnánk mindent, szépen megcsinálnánk, mire elindítjuk már a marhákat, ugye fölülről elkezdünk építkezni, végig, egész, kész. És akkor elkezdjük a marhásítást, gyerekek. Ugye ez a szekció megműveli ezt a földet,
az a szekció megműveli azt a földet, az a marháké, ez a tyúkoké, meg az eladás, és kész. Ha van fölöslegünk, természetesen ütethet, vagy vethetünk mást, és akkor gondoljátok, hogy akkor most mi van, leálltunk a földekkel? Amint, hogy akkor most nem több föld, hanem is lesz, mi lesz? Akkor, hát hogyan lesz ez keeper? Hát ilyen kettő, akkor a 11-es, 10-es, 9-es föld, meg a csücskét már nem, azokat fogjuk megművelni. Hát az elég egy ér, nem? Nem, mert ugye itt a sarkon megfigyeljétek, itt tök közel van a 41-es. És a 41-es az konkrétan a legnagyobb föld, talán mondhatni a legnagyobb föld, ahova rettenetesen könnyen el tudnék jutni innen már megint, és akkor itt nagyüzemi termelést lehetne folytatni, sőt, még esetleg ide is lehetne egy gépparkot telepíteni, ugye, hogyha sok pénz jön be, akkor nem olyan nagyon nagy, nagy gépeket venni, és akkor lenne egy géppark mondjuk itt, amelyik ugye itt ezt levágja, ide kell hordani, leginkább gabonamalom, ugye mellette van, hibátlan, szerintem ez tök jó. A 41-es föld az szerintem barom működne. De viszont ugye a 9-es sücskén, meg a 8-ason a marhák mennének. Én ebbe gondolkozok. Egyelőre én úgy gondolom, hogy ez tök jó lenne. Kell egy hatalmas nagy, viszonylag sík terület kell. Úgy, ahogy ez mondta, várjátok, de föl tudok menni. De jó lenne. Föl tudok, hát, ja, érdekes. Hát mondhatni, hogy föl tudott, annyira nem. Ja, ugye itt így lenne gyerekek. Én erre gondoltam, szerintem ez egy jó megoldás lenne. De nyugodtan írjátok ötleteket, aztán folytatjuk mindenképp a pénzkeresést, mert egyébként lehet, hogy azt csinálom, hogy a csirkéknek a raklapokat gameplayen kívül beviszem, hogy ne az legyen, hogy azt kelljen végignézegetni. Megint ugye raklapszájt, és lehet, hogy hordok oda egy csomó raklapot. Sőt, igen, azt fogom csinálni a gyerekek. A gameplayen kívül oda hordnak egy csomó raklapot, hogy csak cserélni kelljen, meg ilyesmi. Itt búzát viszont itt már nem kell temeszteni, mert ugye ezen a földön búza van, ez tök jó, megcsináljuk ezt a földet. Búzát learatjuk, megy a tyúkoknak, itt meg már tudunk esetleg szóján, vagy valamit, ami még több, vagy nagyobb pénzt hoz. Meg ugye amíg a marhák nincsenek, addig meg a marha istálóhoz kellő dolgokat fogjuk betermelni. Úgyhogy ez lesz a projekt, szerintem így kellene gyerekek. Én komolyan ebbe gondolkozok, szerintem ez lesz a jó. Én valahogy így érzem az egészet. Valamit meg akartam nézni, pillanat. Ezért akartam megnézni még egyszer, ezt mindig megnézem, ezt a szarvas marhát. Fűszén, a szillázs és TTK, igen. Teljes takarmánykeverék, ugye itt van, hogy mi kell hozzá, széna kell hozzá, szalma kell hozzá, és szillás kell hozzá. Széna, szalma, szillás, ezek kellenek, ugye ezeket el tudjuk tárolni, esetleg én inkább bizonyba gondolkodok, ömlesztett áruba, azt úgy könnyebb azért szerintem logisztikázni, mint hogyha ballát pakolnánk állandóan. A szillás meg ugye az adott lesz. Jó, a gyerekek, szerintem ennyi lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!